Sziasztok! Ez itt az ASK Akadémia Java Junior videókurzusa, és itt akár egyedül is elsajátíthatod a Jáva programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom figyelmetbe hétvégi kis, 6 fős csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet elérhetsz, amivel már el tudsz helyezkedni programozóként. A mai részben még mindig a kerület-terület számítós program megvalósítását nézzük meg, megvalósítjuk a menünek a logikáját. Mint mindig a témáknak az időbélyegzőit, azt megtalálod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára ugorhatsz, de mielőtt ezt megtennéd, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozói harangra kattintani, hogy értesülhess az új részekről és nem maradj le a legújabb magyarázatokról. Mielőtt belevágunk a mai részbe, szerettem volna megköszönni a visszajelzéseteket a mikrofonnal kapcsolatban. Sikerült egy újat beszerezni, remélem, hogy így már elfogadható a hangminőség, illetve ez egy ilyen set volt, egy full hd webkamera és egy ilyen kör alakú fényforrás is tartozott hozzá. Remélem ezzel sikerült valamelyes megnövelni így a videónak a minőségét. Oké, na de nézzük is, hogy hol tartottunk akkor. Tehát a legutóbbi alkalommal ennek a kerületterület számítós feladatnak a felhasználói beviteli részét valósítottuk meg, és eljött az idő, hogy a menürendszert is felépítsük. A menürendszert szeretném általánosan megfogalmazni. Ugye különböző alakzatoknak szeretnénk kiszámolni a kerületét, területét. Ehhez viszont tudunk egy olyan általános struktúrát bevezetni, amivel később könnyedén kibővíthető, hogyha esetleg új alakzatoknak az adatait is ki kéne számolni. Úgyhogy ehhez először is nézzük meg, hogy hogy épül fel most a projektünk. Tehát van a main osztály, menü osztályt már létrehoztuk, de az teljesen üres. Van a user input handler, amit az előző részben valósítottunk meg. Van a value Vid unit, ami ugye az értéket és a hozzátartozó mértékegységet zárja egységbe. És van a length unit, ami csak egy enum, nem is csak egy enum, mert egy picit felokosított enum, ami tudja a mértékegységének a megjelenítését stringként, illetve egy váltószámot, hogyha méterről számoljuk át, akkor ö, mi a váltószám száma kettő között. És akkor most a menüt fogjuk megvalósítani. Ugye a menü az menüpontokból áll, és minden menüpontnak vannak azonos tulajdonságai, tehát ezeket át tudjuk adni igazából a Java programozási nyelvnek is ezt a, ezt a tudást, hogy mik azok a közös tulajdonságok, amivel rendelkezik egy menüpont. ugye a kérés az az volt, hogy a menüben listázzuk ki, hogy milyen lehetőségek vannak. Ezeket menü opcióknak nevezhetjük például, vagy menü elemeknek. Mindegyiknek van egy sorszáma, ugye, amivel ki lehet választani, ami egy egész szám lesz. 1, 2, 3, 4, stb. Tehát van egy szám, ami egyértelműen azonosít egy menüpontot. Magának a menüpontnak annak van valamilyen szöveges része, ami ugye megjelenik, amikor megjelenítjük a konzolon, és hogyha kiválasztunk egy menüpontot, akkor az csinál valamit. Ezek az utasítások, amit csinálnia kell az adott menüpontnak, ez is a menüponthoz tartozó logika. Ugye ezeket a tulajdonságokat és ezt a viselkedést, ezt tudjuk egységbe zárni itt az OP alapelvek szerint, tehát létrehozok egy ilyen osztályt, ami pontosan ezeket tartalmazza. a package-re jobb kattintok, new, class, és azt mondom, hogy menu, option, nek fogom hívni, tehát menü opciónak ezt az osztályt, és akkor ide tudom írni azokat a kódokat, ami egy menü elemhez tartozik igazából. Tehát mondtuk azt, hogy van egy sorszáma, ami egész szám. Ezt fogom number hívni. Volt akkor egy szöveges része, hogy mi a menüpontnak a, a leírása. Ezt fogom descriptionnek hívni, mondjuk. Lehet, hogy van ennél jobb elnevezés is, tehát lehetne name, vagy title, vagy hát a description is jó, vagy menu option, text, vagy csak text. Tehát, hogy igazából itt ez teljesen ránk van bízva. Én azt javasolnám, meg a clean code alapján is, ugye úgy érdemes ezt megválasztanunk, hogy egy percig elgondolkozunk egy változónak a azonosítóján, és akkor ami a legjobb eszünkbe jut egy perc alatt, azt az elnevezést használjuk. Jó, tehát ez a kettő tulajdonság van, ami minden menüpontra igaz, és akkor volt a viselkedés, az pedig, hogyha végrehajtjuk azt a menüpontot, tehát execute, akkor végrehajtjuk, akkor mit kell, hogy csináljon? Ugye ez public lesz, publikus, bárhonnan meghívható legyen, és ez egy metódus, ellentétben az ötös-hatos sorban bevezetett két változóval, mert ezek csak változók, ugye passzívan adatot fognak tárolni, a menu option objektumnak az állapotát ez a kettő fogja kitenni, vagy legalábbis ez a kettő, ez az ami közösnek tűnik minden menüpontra. Jó, tehát ezeket tudjuk itt egységbe zárni. Oké, amikor létrehozunk egy menü optiont, akkor rögtön a number meg a description az megadható, tehát ide generálok is Alt Shift S, Generate constructor using fields menüpontot kiválasztva, egy olyan gorsuktort, ami Pontosan ezt a kettő tulajdonságot megkapja bemeneti paraméterként, és a példánymezőknek az kezdeti értékét beállítja ezeken keresztül. igazából a menu optionnek lehet egy toString metódusa, azt is legenerálom ide a legvégére. Eclipse-ben Alt-Shift-S, Generate toString, és magától is generál itt egyfajtát, de én inkább szeretnék egy sajátot létrehozni, méghozzá egy olyan, ahol a menüpontnak a sorszáma van legelől, ugye ezt hívtam a numbernek, utána egy pont karakter következik, és egy szó köz, és utána pedig jön ez a description rész. Jó, tehát azt szeretném, hogyha a stringes reprezentációja egy menü option objektumnak, az úgy néz neki, hogy a sorszáma, utána egy pont és egy szó köz, és utána pedig a leírás. Na most mi történjen akkor, amikor végrehajtjuk a menüpontot? Ugye azt tudjuk az execute metódusban megadni. Üm, igazából ez attól függ, hogy ez most melyik menüpont. Ugye lesz olyan menüpont, ami a négyzettel foglalkozik, lesz olyan, ami a téglalappal, lesz olyan, amely egyéb síkidommal. Ugye ezt nem tudom ide, vagy hát nem lenne szerencsés ide megírni, mert hogyha jön egy 17. fajta menüpont, tehát a megrendelő kitalálja, hogy még ezt is tudnia kell a programnak, akkor hozzá kéne nagyon sok helyen nyúlni a meglévő kódunkhoz, módosítani azt, és ezáltal lehet, hogy újabb hibákat bevezetni a már korábban letesztelt és bevált éles rendszernél futó kódon. Úgyhogy ide igazából az lenne szerencsés, hogy csak azokat a parancsokat kéne írni, ami egy adott alakzathoz tartozik, például a négyzethez vagy a téglalaphoz. Igazából ez egy abstrakt metódus. Mondhatnám is, hogy public abstrakt, és akkor itt pontos veszével jelölhetem, hogy ez egy nem megvalósított metódus itt. Na de <coughs> konkrét osztályban nem lehet abstrakt metódusunk. Tehát vagy a menü option akkor most abstraktál kell tennünk, vagy valahogy ezt másképp kell megoldanunk. Mindenképp szeretném azt, hogyha egy külön osztályt létrehozunk, akkor ott ö, legyen megvalósítva az execute metódus konkrétan, és abban legyenek azok az utasítások, amik kellenek a számításhoz. Megtehetnénk azt, hogy abstraktá tesszük az egész osztályt is. Ezt, hogyha ideírom, hogy public abstract class menu option, akkor most már elfogadja azt, hogy én itt egy absztrakt metódust definiáltam. És ez így működhet is viszont sokkal jobb, hogyha inkább interfészre programozunk, tehát hogyha azt mondanánk, hogy a menü option, üm, ugye általánosságban az tényleg így néz ki, de ez igazából mondhatnánk, hogy ez egy adshifterrel átnevezem, abstract Menu option, és létrehozhatok ebben a package-ben jobb klik new interfésztel egy menü option nevű interfészt. És akkor mi, az a legalapabb műveletek, amiket szeretnénk látni egy menü opción? Hát igazából a get number t egy olyan getter metódust, amivel le tudom kérni majd a, a sorszámát a menüpontnak, ezt a viselkedést várnám el a menüpontoktól, azt a viselkedést, hogy a get description metódussal le lehessen kérni ezt a stringet, ami a menüpontnak a szövege, és azt várnám el, hogy meg lehessen az execute metódust hívni, ami végrehajtja ennek a menüpontnak az utasításait. Igazából ez az a három művelet, amit elvárok egy menü option -től. És akkor, ha visszajövök az abstract menu Optionra, akkor mondhatom azt, hogy ez implementálja a menu option interfészt, akkor viszont tényleg kell neki getter setter, az, amit ide meg tudunk valósítani. <kül> Alt Shift Generate Getters and Setters, hát igazából Setternek nincs nagyon értelme, Úgyhogy ezeket final léteszem, ezeket a mezőket, ezek, hogyha egyszer értéket kaptak, nem szeretném már módosítani őket, és akkor most le tudom a gettereket generálni, le tudom kérni a menüpontnak a sorszámát, le tudom kérni a menüpontnak a leírását, és akkor itt van ez az execute metódus, most már itt nem is kell definiálnunk, ezt innen ki is törlöm, Hisz az Abstract Execute metódus, az a menü Option nevű interfészben már definiálva van, és mivel ez az osztály ez megvalósítja ezt az interfészt, ezért ebben még mindig abstraktként szerepel az Execute metódus. Külön explicite definiálni ezt fölösleges, hanem majd a konkrét osztályokba fogjuk inkább definiálni, hogy ott konkrétan hogy néz ki az execute metódus. Nézzük is meg akkor az egyik legegyszerűbbet. Jobb klik a package-en, new, class, és akkor a négyzet square menü optionnek fogom hívni. Tehát a négyzet kerületét, területét kiszámító menüpontnak a logikáját fogom itt megírni. Ugye ez akkor egy menüpont, tehát mondhatom azt, hogy extends abstract menu option. Épp ezért el is várja az Eclipse, hogy ezt a, egy ilyen konstruktort létrehozzak ami ugye megadja a numbert, meg a descriptor, de én nem úgy szeretném megadni, hogy kívülről, vagy hát ez igazából jó kérdés, hogy ez most kívülről legyen megadva, hogy mi a sorszám, ami legyen a leírása. Nézzük most egy ilyen hibrid megoldást, hogy mivel ez a square menu option, ezért maga a szöveget azt nem kívülről adjuk meg, hanem azt itt belül azt mondjuk, hogy ez itt a négyzet nevű menüpont, de az a szám, hogy ő hányas menüpont, azt hiszem kívülről adjuk mondjuk meg, jó? És akkor látunk mind a kettőre így példát, hogy nem kötelező minden paraméternek kívülről jönnie a Square Menu Option konstruktorába, hanem lehet, hogy csak egy jön, az tovább adja az ősosztálynak a konstruktorának, ahogy itt látszódik, itt jön be, itt adja tovább. És itt akár egy string literált is használhatunk, hogy ennek a menüpontnak mindenképp az lesz a neve, hogy négyzet. És akkor ezen túl még azért pirosít, majd fölé húzzuk az egeret, és azt mondjuk, hogy add unimplemented methods, akkor látható, hogy az execute metódust is létrehozza, és akkor itt kell megírnunk azokat az utasításokat, ami ahhoz kell, hogy kiszámoljuk a négyzetnek a kerületét és a területét. Igen, na most mi kell ahhoz, hogy egy négyzetnek kiszámoljuk ezeket az uh, tulajdonságait? Ugye a négyzetnek annak az egy olyan síkidom, aminek négy szöge van, és mindegyik oldal hosszúsága ugyanakkora, és a szomszédos oldalai, azok derékszöget szárnak be egymással. Tehát itt igazából egy oldalhoz van, amit A-nak szoktak hívni tipikusan, avval szoktak jelölni, és ebből kiszármítható a kerület, meg a terület. A kerület az négyszer A, mert ugye, hogy bekerítsük ezt az alakzatot, négyszer kell az oldalhosszat venni, tehát összeadom az A-t önmagával négyszer. A terület az pedig úgy jön ki, hogy összeszorzom a szomszédos oldalakat, tehát A szor A, tehát igazából A négyzet. Itt tudom majd kiszámolni. És egy picit előre gondolkozok, lesz ugye a téglalap. Ott A szor B lesz a terület, és A meg B meg A meg B, tehát kétszer A plusz B igazából a kerület. És ott már két oldalhoz kell majd bekérni. Az, hogy hány oldalhoz, hány bemeneti adatunk van, az változik alakzatról alakzatra. A négyzetnél egyet kell bekérni, a téglalapnál kettőt. Lehet, hogy lesz olyan alakzat, ahol hármat is be kell kérni. Tehát ez egy olyan specifikus logika, ami az adott alakzathoz tartozik. Az, hogy, hogy számoljuk ki a kerületét és a területét egy alakzatnak, az is alakzat specifikus, mert a téglalapnak így kell, de mondjuk egy rombusznak már másképp kell. Úgyhogy ezeket a logikákat is mindig alagzat specifikusan kell majd megvalósítanunk. Minden menüpont egy külön alakzatot reprezentál, tehát ebben az osztályban például meg tudjuk valósítani ezeket a metódusokat. Viszont itt egy kicsit keveredik két dolog, mert van ugye a menüpont, és van ugye az alakzat, ami két különböző dolog. Ezeket persze összetudjuk tehát tudjuk egyesíteni, hogyha erre van szükség, és nem, nem számítunk arra, hogy úgy fog változni a programunk, hogy az egyik része változik, de a másik nem. Tehát mondok egy példát, hogy van mondjuk 7 alakzatunk, és 7 menüpontunk, és hogyha mindenképp később is az lesz, hogyha jön egy 8. alakzat, akkor egy 8. menüpont is megjelenik, akkor ez jó ez a megközelítés, de hogyha elképzelhető az, hogy jön egy 8. 9. alakzat, de ahhoz nem lesz külön menüpont, akkor nem feltétlen jó ez a, ez a megkülönböztetés. Szóval az, hogy mit zárunk egységbe, az igazából ezen múlik, hogy mekkora rugalmasságot szeretnénk ebben kapni. Most ö, én azt mondanám, hogy ö, valahol meg kell húznunk itt is egy határt, hogy mennyire bonyolítjuk ezt el. Nézzük meg először azt, hogy ez a kettő egybe van építve. Tehát itt a menü opción belül ö, megvalósítjuk igazából azt, hogy ö, magát a számítási logikát is, tehát a bekérési logika is itt szerepel, számítási logika is itt szerepel majd. Igazából a abstract menu option az kicsit csalóka, mert ugye arra utal, hogy ez csak egy menüt tartalmaz, de igazából nem csak menüről van itt szó, hanem ugye az alakzatról is. Minden menüpont akkor most egy alakzatot is reprezentál. Tehát ez az elnevezés ez túl általános túlságosan általános nevet tartalmaz. Én ezt átnevezném abstract Shape menü optionre, hogy látszódjon már a nevében is, hogy ez egy alakzantott reprezentáló menüpont. És ha ez ilyen, akkor igazából ki tudjuk egészíteni olyan metódusokkal, amikre szükségünk lesz. Magát a menü option interfészt is átnevezném Shape menü optionra, és akkor már nem csak ez a három metódusra van szükségünk, hanem ugye ami még közös minden menüpontban az az, hogy a kerületet, meg a területet szeretnénk ugye kiszámolni majd. Ugye ezeknek az eredménye az double lesz, és, és mondjuk calculate ugye a circumference, az a kerület, ha jól emlékszem, és az area pedig a terület. Tehát ilyen publikus, absztrakt metódusokat is megadhatunk ebben az interfészben. Akkor viszont az abstract shape menu optionben, hát ott még nem kell ezeket ugye definiálnunk konkrétan, mert ott még nem tudjuk, hogy melyikről van szó, de a square-be viszont tudjuk, hogy ez a négyzetről szól, tehát itt már meg tudjuk valósítani majd ezeket, az ezeket a metódusokat. Ugye amikor végrehajtjuk ezt a menüpontot, akkor itt be kell kérnünk ugye a felhasználótól a négyzet adatait. Igazából ennyit kell tennünk, hogy be kell kérnünk, és akkor, ha később valaki meghívja a Calculate conference, vagy Calculate erre a metódusokat, akkor az visszaadja majd az ehhez a négyzethez tartozó adatokat. Viszont most így másodszorra belegondolva nem szerencsés ezt a két dolgot ennyire egyesíteni, úgyhogy mégis szétválasztanám ezt jobban. Jó, mert így nagyon kavarodik igazából két dolog a programban, ugye maga az alakzat, meg ugye a menü. Úgyhogy ezt egy picit mégiscsak válasszuk jobban szét, jó? Úgyhogy ezt visszanevezem, csak simán menü optionra. Ja, nem ezt, hanem az abstract shape menü option abstract menü optionra. Illetve a shape menü option interface-t menü re És az interfészből ezeket kiveszem, jó? Tehát azt mondom, hogy ezeket szétválasztjuk ezt a két dolgot, hogy ne legyen így egybegyúrva, hanem teljesen függetlenül az alakzatokat modellezzük le. Jó, ehhez létrehozok egy új package-et, az lesz a neve, hogy shape, illetve ha már a menüpontokról volt szó, akkor létrehozok egy menü package-et is, és abba fogom belerakni a menüvel kapcsolatos logikákat, tehát az abstract menu option magát a menüt, a menü option square menu option ezeket a menü package-be átdobom, és a shape-be, ugye ott pedig létrehozok először is egy interfészt, aminek az lesz a neve, hogy shape. És akkor itt egy alakzatnak a viselkedését felsorolhatjuk. Minden alakzatra igaz az, hogy ki tudjuk számolni a kerületét. ami egy double értékkel fog visszatérni, és ki tudjuk mindig a area át, a területet is számolni, jó? Igazából minden alakzatra ez az, ami minimálisan igaz lesz, és akkor itt az alakzat package-en belül létrehozhatok egy új osztályt, például a négyzetet. A négyzet osztály az implementálhatja a shape interfészt, és ezáltal megvalósíthatja a kerület és terület számító logikát. Amikor egy négyzetet létrehozok, ugye milyen tulajdonsága van egy négyzetnek? Van egy oldala, ami double típusú, side fogom hívni, és amikor példányosítjuk a square osztályt, akkor meg kell adni, hogy mekkora az oldala. Utána később bármikor meghívhatjuk a get circumference és a get area metódusokat, ami mindig ki fogja számolni, hogy mennyi a kerület és a terület. Ugye a kerület az nem más, mint négyszer az oldal, a terület az meg az oldalnak a négyzete. Jó, tehát ezek után így néz ki igazából ez az osztályunk, és ez most csak a négyzettel kapcsolatos dolgokat tartalmazza. Ez egy jó példa megint arra, hogy az OPL-eket követve, hogy tudjuk szétválasztani, mi az, ami egybe tartozik. Tipikusan ez, ezek így egybe tartoznak, ezeket nem lenne már érdemes szétszedni több kisebb részre, de így viszont abszolút érdeke, érdemes, és elválasztani egymástól az alakzatot, meg a menüpontot. Most a példa nézzük meg, hogy milyen lenne a téglalap. A shape package-en jobb kattintottam, new class, és a négyzet az angolul úgy van, hogy rectangle, és a rectangle az is implementálni fogja a shape interfészt, Épp ezért ez is implementálni fogja a circumference, meg az area lekérő metódusokat. És akkor a téglalap az viszont úgy fog kinézni, hogy private final double side side one, meg side two. Tehát két oldala lesz. Igazából itt még az is megengedett szerintem, hogy A és B-nek hívjuk. Ugye a matematikában is így szoktuk őket jelölni. Szerintem itt ez belefér. Ez egy olyan helyzet, az a, azon ritka helyzetek egyike, amikor még a clean elveknek is én azt gondolom, hogy megfelel az, hogy itt egybetűs változó neveket használunk. És akkor ugye a kerület az nem más, mint kétszer A plusz B. A terület az meg A szor B. És akkor így néz ki most a négyzet osztályunk. Teljesen hagyományos osztály, megvalósítja a shape interfészt. Két mező van, az A és a B, és a kerület, az kétszer a plusz b-vel, számoljuk ki a területet megászor b-vel. És itt például észrevehetjük azt is, hogy a square, tehát a négyzet, az igazából mondhatnánk azt, hogy ez nem ilyen külön van, hanem mondhatnánk, hogy a négyzet az egy speciális a fajtája a téglalapnak. Mondhatnánk azt, hogy az extendálja a téglalapot, És nem kell ezeket megvalósítani, csak azt, hogy amikor létrehozzuk és megadjuk a méretét, akkor az ősosztályban a konstruktort meghívjuk úgy, hogy mind a két, az A meg a B oldalnak is a side adjuk át. És amúgy minden mást azt megörököl a téglalaptól. A terület számító logikát is, meg a terület számító logikát is. Ugye ez teljesen jól fog így működni, a négyzet az valóban egy speciálisabb változata a téglalapnak. Minden szempontból ugyanúgy viselkedik. Amikor a négyzetet létrehozzuk, akkor ugye egy oldal hosszúsága van, ez amit ugye átadunk neki példányosításkor, de ilyenkor igazából ez a téglalapnak egy speciális változata, tehát egy téglalapobjektum is létrejön a háttérben, mert a négyzet az egy téglalap, és a téglalapobjektumnak a, mind a két, az A meg a B oldalát is, arra az egy oldal hosszúságra állítjuk be, amit ugye a négyzetnél megadtunk. Jó, de magát a kerület és terület logikát azt nem valósítom meg újra a Square osztályon belül, hisz az pontosan jól fogja kiadni a rectangle megörökölt metódusok is. De ez egy jó példa a kód újrahasznosításra például. Egy általánosabb osztályt megvalósítottam, és annak egy speciálisabb változata az már nagyon egyszerű és megfelelő beszédes neve van, tehát senki se fogja a kódban összekeverni, de mégse kell megismételni önmagam, és nem kell újra megvalósítani ezt a terület-kerület számító logikát. Jó, tehát ez egy jó példa arra, hogy van egy Shape interfész, és van akkor egy konkrét osztály, amit Rectanglenek hívunk, és annak, ami megvalósítja ezt az interfészt, és a négyzet osztály az pedig kiterjeszti a téglalap interfészt, a téglalap osztályt. Jó, és akkor ha visszajövünk a menüpontra, akkor itt ugye a menüpontnak megadhatjuk, hogy igazából az a feladata, hogy bekérjük a, az adott alakzathoz tartozó adatokat. Ahhoz, hogy ilyeneket be tudjunk kérni, ahhoz mindig szükség lesz egy szkennerre. És mivel mindig szükség lesz hozzá, ezért ezt tehetjük az Abstract menü option -be. Itt igazából egy Private Final Scanner mezőbe el tudjuk tárolni a szkennert amit a programunk használ. This scanner equals scanner. És, és ezt fel tudjuk használni a bekéréshez. Na most megint itt van a logika, hogy a menüpont logikájához tartozik az, hogy az alagzatnak a bemeneti adatait bekérjük, vagy ez az alakzathoz tartozik. Ugye az alakzatnak van szüksége rá ahhoz, hogy kiszámolja a kerületet és a területet. Tehát valahol az az alakzathoz tartozik, és nem a menüponthoz. Tehát egy alakzattól jó lenne, ha el tudnánk kérni azt, hogy neki milyen bemeneti adatokra van szüksége ahhoz, hogy ki tudja számítani utána a kerületterületet. Egyetlen létre tudjunk hozni utána egy olyan alakzatot. Ugye minden alakzatnál van egy konstruktorunk, és a konstruktornak vannak bemeneti paraméterei. Ezek kellenek ahhoz, hogy létrehozzunk egy ilyen típusú objektumot. A rektangül esetén ez kettő, ugye az A meg a B oldal, de a négyzetnél ez egy oldal, de lesznek egyéb alakzataink is. De csak akkor tudom létrehozni, hogyha ezek az adatok megvannak, hogy ezekhez hozzájussunk, azt a felhasználótól kell bekérnünk, de mégis, hogy pontosan mikre van szükségünk, az viszont az alakzattól függ. Tehát valahova logikus lenne ebbe az osztályba beletenni azt a logikát, ami felelős azért, hogy beszerezze ezeket az adatokat. Úgyhogy igazából ezen kell elgondolkoznunk, hogy most ugye a Rectangle osztályon belül milyen formán tudnánk ezt megtenni hova kerüljön, és ez milyen típusú metódus legyen. Ugye vagy ide tesszük a logikát, a másik az pedig az lenne, hogy ugye minden menüpontnak lesz, lesznek majd menüpontjaink, és akkor nem is feltétlen lesz ilyen, mert az megint egyfajta duplikáció, hogy square menu option, meg rectangle menu option, stb. Lehet, hogy csak menü option lesz ugye általánosságban, és az annyira általánosra sikerül, hogy tudjuk paraméterezni, akkor nem kell mindig egy speciális új alakzathoz tartozó osztályt létrehozni ez is egy jó cél lehet. Próbáljuk meg ezt a megközelítést, hogy nincs olyanunk, hogy square menu option, jó? A square menu option osztályt ezt kitörlem, hanem, és az abstract menu option azt úgy fogom hívni, hogy lehet, hogy csak simán simple menu optionnek, és akkor ez nem abstract lesz, hanem konkrét, és És hogyha konkrét, akkor viszont meg kell, hogy valósítsam mindenféle, mindegyik abstrakt metódust, ami most egyetlen egy, igazából az execute. És akkor, amikor létrehozunk egy simple menu option akkor mondjuk meg kell neki a scanner a number a description-t, és akár itt ezen a ponton meg kell adnunk azt, hogy hogy kell bekérni, milyen, milyen adatokat kell bekérni az adott alakzathoz. Tehát azt is itt akár paraméterként ugye, meg tudom kapni. Hogy, kéne, hogy nevezzük el ezt? Ugye, mi, mi az, amit ezt tud? Ugye öm, megjelenít valami fajta üzenetet majd a, felhasz, a a konzolon, bekéri a felhasználótól az adatot. <kül> és lényegében ezt visszaadja, és ez, ez az, amivel létre tudjuk hozni majd az adott alakzatot. Az, hogy hányat kell bekérnie, az viszont változó. Tehát ez, ez egyfajta ilyen stratégia, ez egy ilyen logika, hogy éppen hányat kell bekérni, és azokat az adatokat valahogy el kell tárolnunk, és oda kell tudnunk adni majd az adott alakzatnak. Tehát ez egyfajta bekérő logika, úgy fogom hívni, hogy input logic most így első körben. És ezt egyenlőre eltárolom megint egy private final input logic típusú input logic nevű helyi, vagy hát nem helyi, hanem példánymezőben. This point input logic egyenlő input logic. Jó ezt az input logic osztályt, ezt létre is hozom. Jó. Ezt a fő package-be hozom létre, jó, nem a menüben. Egyelőre üresen hagyom. És az execute, az valahogy az input logicot fogja használja fel. Szóval ennek az abstrakciónak, ennek az input logikus abstrakciónak az a lényege, hogy a különböző al alakzatoknak különböző bemeneti paramétereket kell majd bekérnünk. És ezt nem szeretnénk be, bevésni így az egészbe, hogy ennél az alakzatnál ez, annál az, hanem az alakzatot, amikor létrehozzuk, akkor ezt a bekérő logikát is majd valahogy megírjuk neki. És amikor jön egy 17. alakzat, egy parallelepipedom, vagy nem tudom, valamilyen alakzat, és annak kell kiszámolni a különböző részeit, akkor annak is a bekérő logikáját is ott megírjuk az alakzatnál, és akkor a program többi részén nem kell majd módosítani. És szeretném ezt most feladni nektek házi feladatként jövő hétre, hogy ezt gondoljátok át, hogy ezt az input logicot, hogy lehetne így megírni hogy lehetne azt megcsinálni, hogy amikor a menüt felépítjük, és létrehozzuk a Simple Menu Option objektumokat, akkor ugye meg kell adni ezeket a paramétereket majd neki. Magát a szkennert, ami mindig ugyanaz lesz, minden menüpontnak lesz egy sorszáma, mindegyiknek lesz egy neve, és mindegyikhez tartozni fog egy ilyen input logic, ami azt adja meg, hogy mit kell csinálni, hogy kell bekérnie a bemeneti adatait az adott alakzathoz. És akkor persze lesz még egy bemeneti paraméter majd, az, ugye az, az execute, ami ugye lényegében azt fogja csinálni, hogy lefuttatja az adott menüpontot, és ott meg tudjuk adni, hogy mit csináljon a menüpont. Először is mindig bekéri majd a szükséges adatokat, utána létrehozza a megfelelő alakzatot, és utána az alakzatnak kiszámolja a kerületét területét, és ezt kiírja a standard kimenetre. Tehát első pont, input logikát használja fel, hogy bekérje az alakzathoz a szükséges adatokat. A második pont, létrehozza a szóban forgó alakzat egy példányát a bekért adatokkal. A hármas menüpont kiszámolja a kerületet és a területet. Egyes pont kiírja a kiszámolt adatokat a standard kimenetre. Jó, tehát ezek lesznek a további lépések, amiket meg kell valósítanunk. Most ezek közül az elsőt próbáljátok meg megvalósítani jövő hétig, és együtt is meg fogjuk nézni, jó, hogy ezt hogy, hogy lehet megvalósítani, és utána folytatjuk majd a további pontokkal. Jó tanulást kívánok nektek addig is! És ezzel a mai rész végéhez is értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Mint mindig most is várom kérdéseidet és észrevételeidet a videó alatt komment formájában, vagy a premier vetítés alatt akár a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek hozd meg! Ne felejtsd el megnézni az előző heti rész sem, ahol ugyanennek a programnak a felhasználói bevitelét valósítottuk meg. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehess szert.